Beat. Beat. Az ütős alternatíva. My love. Szólt itt a Beat-en, ez az ütős alternatíva. 11:30 után járunk, és Beat születésnap méghozzá. Szendrei Nagy Olivér van itt velünk továbbra is. Ő fog zenélni. Kész a setup? Tehát, hogy most már tulajdonképpen készen vagy, és készen állsz arra, hogy zenélj nálunk. Így van. Jó. Még egyszer, mik azok a dalok, amiket hoztál, és miért pont ez a két dal? Az első a Beautiful Violence, a második pedig a Stuntman, és azért ez a két dal, mert szerintem ezek jó dalok, és ezek jelentek meg ma az új nagy lemezen. Ezek a kedvenceim, mondhatnám azt is. Pont ezen járt az anyám, hogy itt láttam, hogy kétszer ránéztél a telefonra, és hogy azt tudom, hogy éjfélkor élesedett az új album, aha, hogy ilyen közel ember többször néz rá, hogy hát ha már az első reakciók befutottak, vagy... Hát persze, nyilván az embernek a kis lelkét simogatja, hogyha valakinek tetszik az, amit csinált éveken keresztül, ezt nem akarnám letagadni. Oké, ha simogatásról van szó, akkor lélekben mi is megsimogatunk, hogyha majd ez a két dal lement, akkor szerintem tudunk el csatlakozni. Megerőlegezzük. Az új lemez az nyilván a mai naptól nyilvános, de biztosan voltak már olyan zenészek, akiknek megmutattad korábban akár bizonyos dalokat, akár az egész lemezt. Ilyenkor kiknek mutogatod a dalokat, ha ez nyilvános a zenészek közül? Ki az, akinek adsz a szavára? Hát igazából nem is a zenészek, tehát ugye a barátaimnak mutatom meg először mindig, és az mindegy, hogy ő éppen zenész vagy nem zenész. Nem tudom, nyilván a Van filmzenekaros társaimnak mutattam meg, a családomnak mutattam meg, elküldtem mondjuk a Dobos Csabinak, aki egyébként egy menedzser, és tök jó haverom. És ilyenkor, hogyha kapsz egy véleményt a dalról, akkor adott esetben még változtatsz is rajta? Nem. Hát én alapvetően, akkor mi a cél? Alapvetően nem szoktam megmutogatni úgy dalokat, hogy mondjuk csak ilyen demo, hanem azt szeretem, hogyha meg tudom mutatni azt, hogy mi a kész termék. Mert hogyha demóként mutatok meg valamit valakinek, és nem azt mondom, hogy ez egy végső dal, akkor szerintem mindenkiben benne van egy ilyen alapvetően jó indulatú dolog, hogy, hogy szeretne még valamit hozzátenni, illetve azt gondolja, hogy kell, hogy ebbe így, nem tudom, strukturálisan, tartalmilag beleszóljon. Viszont, hogyha egy kézdalt küldök, és azt mondom, hogy hát ez van, akkor azt tudja mondani, hogy ez így jó, ez így nem jó, de már nincs lehetőség változtatásra. Hogy lehet bekerülni ebbe a körbe, hogy én is halljam megjelenés előtt a Papa Verdalokat? Hát leszünk barátok? Úgy lehet bekerülni ebbe a körbe, hogy a csúcsbüfében kell sokat söröznünk és unikumoznunk. Valószínűleg jó, ez a... Jó, benne vagyok. Igen, még egy valami érdekel, hogy az a dal viszont, ami ajándékba járt Lovas Roziéknak, ők akkor ott először, vagy hogyan hallották, milyen körülmények között, mert hogy az ajándékba járt. Ők viszont a demo, ők hallották kb. Csak a demót, mert ez egy zongorán, azon a kis pianinon megírt dal volt, és akkor nekik egy demót küldtem el az esküvőjük előtt egy nappal. Csoda nász ajándék. Nekem azóta is az unikumozáson jár az eszem, minden esetre most jönnek a dalok, az a bizonyos két felvétel, mert hogy zenész barátaink óráról órára itt vannak velünk délelőtt 10 és késő délután este 6 óráig tart az adás, maratoni adást tolunk, és akkor most, drága jó hallgatók, két dallal érkezik élőben a Beat stúdiójában Szendrei Nagy Olivér. It's a song so secret, no dedication to evenings anymore. We still keep it deep, but arguments lay dead on the floor. I went to sleep before bedtime. I went deaf 'cause the look of my chime. I've been told that the rest is silence. Warmth roars at me as beautiful violence, beautiful violence.
my steps wake the patio. Someone still sleeping on the cross. We need to put on a show to level with everything that we've lost. I like to leap over the scars and land my finger on your face. Arrive at the crooked stars that fell on your back to fill our space. I went to sleep before bedtime. I went deaf 'cause the look of my chime. I've been told that the rest is silence. Varn roars at me as beautiful violence. Beautiful violence. Beautiful violence. We don't need another. We don't need another. We don't need another stone man. You don't need to speak louder than your voice. You don't need to be funnier than your jokes. This time it's just us and nothing to prove. Take your helmet off. Please just don't move. We don't need another. We don't need another. We don't need another stunt man. You don't need to carry more than you can take. You don't need to smile. I can tell when it's a fake. You don't need to run faster than your legs bear. You don't need to act like if you care. Cause this time it's just us and nothing to prove. Take your helmet off.
just don't move. We don't need another. We don't need another. We don't need another stuntman. We don't need another. We don't need another. We don't need another stuntman. Egészen elképesztő, erre nincsenek szavak. Egy kicsit kiléptünk a testünkből és levegtünk. Szendrei Nagy Oliver volt itt velünk, és őt hallottuk az előző két dalban élőben zenélni a Beat stúdiójából. Ez a Beat születésnap. Bennem azt fogalmazódott meg, hogy az előbb a More című dalot kapcsán mondtuk, hogy az ember mindig többet és többet akar, hogy még, maradj még. De a második születésnapotokra, hogyha meghívtak, akkor eljövök. Remélhetőleg akkor majd egy másik csokor új dallal. Így legyen, egy év múlva találkozunk akkor ugyanitt. Közben elárulnék neked gyorsan egy kulisszatitkot. Képzeld el, az egyik szomszéd helyiségben dolgozik éppen a zenei szerkesztünk, aki éppen hallgatja a Papaver új lemezének dalait, és éppen válogat, mert hogy egy dal jövő héttől itt lesz az úgynevezett heavy rotationünkben, ami azt jelenti, hogy 2-2,5-3 óránként egyszer le fog menni az egyik Papaver dal, és ez a következő hetekben így is lesz. Hálásak vagyunk, gratulálunk az új lemezhez, és köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én is nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt lettem, és boldog születésnapot, szerintem szuperek vagytok. Nagyon szépen köszönjük. Ákos, te ittál már otthon a saját bítes bögrédből? Ja, egyszer egy próbát, hogy átérezzem az ízét. De jó, az nem? Egésznek. Többszörösen elmosolyodtam, úgyhogy igen. No hát emiatt érdemes kommenteket hagyni a Facebook live videóink alatt, mert hogy ilyet fogunk sorsolni ilyen beat bögrét azok között, akik ezt megteszik, úgyhogy egészen nyugodtan. Szóljatok hozzá egyébként, nagyon érdekel a véleményetek. Bármit írhattok, kíváncsiak vagyunk rátok. Sőt, egyet olyat is nyerhetsz, ezt majd mindjárt megkérem Olivért, hogy érintsen meg egy bögrét, hogy akkor legyen még értékesebb. Tessék, már is megtörtént, úgyhogy élőben megérintett egy bögrét, hamarosan ez is megnyerhető, úgyhogy csak osszátok. Oliver, még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm, sziasztok! Folytatjuk, nem áll meg az adás, egészen hatig itt vagyunk élőben, miközben Facebookon is live-olunk, meg ott is történik egy csomó csoda. Tessék tehát kommentelgetni, mert hogy igazán nagy a tét vites bögre, az én reggeleim sokkal szebbek, amióta nekem is van otthon vites bögrém. Legyen a te reggelid is olyan, mint az enyém. Petruskával folytatjuk, nincsen szavam, itt a Beat-en. Ez az ütős alternatíva. Beat. Beat. Az ütős alternatíva.